Érkeznek a diákok a Szekszárdi Garai János gimnáziumba, ugyanis hétfő reggel országszerte elkezdődött az érettségi időszak. Az első napon magyar nyelv és irodalomból közép, illetve emelt szinten mérettetnek meg a tanulók. Idén a járvány harmadik hulláma miatt a kormány úgy döntött, a szóbeliket és a gyakorlati vizsgákat akár csak 2020-ban törlik. Így a diákok összpontszámát kizárólag az írásbeli határozza meg. Ez a végzős diák azt mondja, bánja, hogy nem lesz szóbeli vizsga. Én úgy érzem, hogy sokat segített volna, főleg most a magyar nemet emelt magyarra jöttünk most ide. Más viszont örül annak, hogy csak írásban kell bizonyítania. Szerintem ez változó, mert valaki ugye inkább gyakorlatias, tehát az írásbeli az jobban megy neki, valaki inkább szóbeli. Én azért annyira nem siránkozom, hogy nem lesz. A Garai János gimnáziumban közel 130 diák érettségizik, ebből 35-en emelt szinten. Az intézmény vezetője szerint az online oktatás miatt nehezebb dolga van az idei vizsgázóknak. Azért a személyes jelenlét az nagyon nagy mértékben szükséges a sikeres oktatáshoz. Tehát nyilván sok mindent meg lehet tenni az online eszközökkel is, de a tanárnak is a személyes jelenléte az mindenképpen fontos. Első rész 90 perc, második rész 150 perc. Ismerteti a tanár, mennyi idő áll a vizsgázók rendelkezésére. A Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumban érződött az izgalom a vizsga előtti percekben. Az iskolában 144 diák érettségizik az idén. A tavalyi vizsgához képest a különbség az, hogy bizonyos esetekben lehet szóbeli vizsgát tenni. Például akkor, ha az adott vizsgatárgyból középszinten csak szóbeli vizsgarész létezik, vagy még akkor kell szóban számot adnia a diáknak a tudásáról, amennyiben az írásbeli nem sikerült neki. Kétnyelvű képzésünkből német célnyelvi civilizációból lesz, és testnevelés tantárgyból lesz még szóbeli, és hát nagyon remélem, hogy a többi tárgyból nem kerül sor, hiszen akkor az azt jelenteni, hogy eredménytelen lett az írásbeli vizsga eredménye, de ez szerintem kizárt dolog. A járvány miatt az írásbeliken maximum 10 vizsgázó lehet majd egy teremben, és legalább másfél méteres távolságban kell leülniük. Az iskolákban van kézfertőtlenítő, a vizsgaszervezőknek és a felügyelő tanároknak kötelező maszkot hordaniuk. Bátaszéken is mindent megtettek annak érdekében, hogy megfeleljenek a járványügyi előírásoknak. Az épület fertőtlenítve lett, minden biztonsági intézkedést az érettségi vizsga megkezdésére elvégeztünk, érkeztek gyors tesztek, tehát hogyha véletlenül valakinek hőemelkedése lenne, akkor őket is meg tudjuk nézni, hogy esetleg valóban fertőzöttek-e, vagy pedig sem. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban közel 70-en érettségiznek. Novotné Bán Erzsébet szerint szerencsére nincs nehéz dolguk az első napon a tanulóknak. A magyar írásbeli feladatok nem különösebben bonyolultak szerencsére, tehát voltak könnyű, egészen egyszerű könnyű feladatok is a szövegértési feladatlapon. Persze voltak nehezebbek, igényesebbek, aki ötös szeretne, az természetesen ezeket is meg fogja tudni, vagy meg tudta oldani. A szövegalkotás pedig egy mixát novella elemzését kérte, illetve egy Arany János és egy Tóth Árpád vers összehasonlítását, ami azt gondolom, hogy megoldható feladat. Az idei évben, május 31-én vagy június 1-én tekinthetik meg a vizsgázók a dolgozataikat. Azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthetnek, a javítással összefüggésben pedig majd észrevételt tehetnek.